Párkapcsolat felső fokon, ez a következő beszélgetésünk címe, mert hogy a Bónum TV műsorvezetője, Nagy Péter és felesége Judit a Kop-Skrapski díj közönség szavazásán a házas pár kategóriát megnyerték, úgyhogy kedves Péter, akkor ehhez gratulálunk először is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide a délelőttbe, mert hogy azt azért elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy ezután majd Zsolttal fölvesztek újabb 4 epizódot a Férfi Harcokból. Na de hát akkor ti tudtatok erről a jelölésről? Tudtatok erről a díjról? Hogyan zajlott ez? A díjról már azt megelőzően hallottunk, de a jelölésünkről nem tudtunk. Ez úgy történt, hogy senki nem kérdezett minket, és már jóval a szavazás megkezdése vagy megindulását követően valaki egy elszólásból jelezte, hogy szavaztam rátok. Mondtam, hogy ez nagyon jó, de hol? Mert hogy nem indultunk sehol. És akkor tudtam meg, hogy ezen honlapon elérhetők vagyunk, és valaki generált itt egy jelölést. Azt követően pedig végigfutatta a hírláncom. Ez azért is volt nagyon érdekes, mert én nem szavaztam, bevallom ezen a szavazáson, mert hogy több ismerős házaspár is részt vett ebben, vagy jelölt volt, de azért több mint 10 voltak, azt hiszem, a jelöltek, és ti nyertétek meg ezt a díjat. Mit szóltatok hozzá, amikor kiderült, hogy ti lettetek a díjazottak? Mit mondott például Judit, vagy hogyan adtátok tudtára ezt egymásnak? Már amikor megtudtuk, hogy egyáltalán jelöltek listán voltunk, akkor már megdöbbentünk, mert mint később megtudtuk, azért ennél sokkal több jelölt volt, és egy szakmai zsűri, az alapítvány elbírálta, hogy a jelöltek közül ki az, aki egyáltalán a szavazásra bekerülhet. Tehát már részünkről ez nagy megtiszteltetés, hogy egyáltalán fölkerültünk, és közönség szavazatra lettünk bocsátva. És ez már csak azért is érdekes, mert különösebben nem fejtünk ki közösségi oldalakon aktivitást, tehát nincs semmilyen olyan felület, ahol így nagyon el lehetne érni minket, inkább a személyes beszélgetésekben jelentünk meg. Igen, nem a közösségi oldalakon fejtetek ki nagy aktivitást, nem, hanem a közösségekben fejtetek ki nagy aktivitást. Itt én a kis bemutatkozó szövegeteket cincálnám szét most a következő percben, mert az az első mondat, hogy a 4 gyermekük felnevelése mellett házasságuk kezdetétől nagy hangsúlyt fektetnek a következő generáció nevelésére és lelki-szellemi támogatására. Hát mit jelent ez akkor a gyakorlatban? A fiatalokat hogyan karoljátok fel? Már a házasságunk elején úgy gondoltuk, hogy ez lesz a legfontosabb vállalkozásunk, a család, meg a házasság, és 92-ben Pécsen Székely Ilona megalapította a Megújulás Családterápiás Intézetet. Abba baráti házaspárok hívtak el minket, és párkapcsolati kommunikációval kapcsolatos tudnivalókat, meg konfliktuskezeléses gyakorlatokat csináltunk. Ebben részt vettünk, és később oda meghívást kaptunk, hogy ilyen segítő házaspárként vegyünk ebben részt. És ez nekünk nagyon tetszett, mert úgy gondoltuk, hogy ez hasznos és jó, sokat segíthet. És éveken keresztül részt vettünk ebben a munkában, és ez indította el végül is azt, hogy később jegyes oktatásokat tartottunk, illetve bekapcsoltunk a házas hétvége közösség munkájába. Igen, és itt akkor jön a következő mondat, hogy kezdetben saját házukba hívták meg a fiatal párokat, ott tartottak házasság felkészítő kurzusokat. Ez tényleg így volt? Hát az hogy lehetett a logisztikát megoldani, hogy gondolom már akkor kisgyermekeitek voltak? Hát ez a magyarázat tulajdonképpen, hogy ahogy megházasodtunk, születtek sorba a gyerekek, ez nyilvánvalóvá vált, hogy mi nagyon mozogni nem fogunk tudni. Autónk nem volt, pénzünk nem volt, Pécsnek az egyik legújabb város széli lakótelepén laktunk, és úgy éreztük, hogy ha nem akarunk kimaradni a közösségi keringésből, és nem akarjuk a kapcsolatainkat elveszíteni, akkor egy módot tudunk, mivel mi nem nagyon tudunk mozogni, hogyha olyan otthont, megnyitjuk az otthonunkat, és olyan légkört teremtünk, ahova szívesen jönnek mások. Na milyenek voltak ezek az együttlétek, vagy tényleg akkor egy ilyen nyitott nappali szobában éltetek, ahova bárki bármikor jöhetett tanácsért? Ez annyira nem volt, tehát nem közösségeket fogadtunk, és nem nagy jegyes oktatás volt, hanem inkább az, hogy az atyák, akikkel kapcsolatban voltunk, megkérdezték, hogy a jegyes oktatáson résztvevő párokat, ők szeretnék delegálni működő családokba, házaspárok, lássanak egy fürdetést, egy fektetést, egy esti imát, hogy zajlik egy este egy családban, és így páronként érkeztek hozzánk. Azért ez
Ez egy nagy lépés lehet, hogy így beengedtek úgymond ismeretlen fiatal párokat, vagy jegyes párokat az életetekbe, vagy azért ez egy nagy rugalmasságot is igényel, itt gondolom Judit részéről is, hogy nem tudom, egy fürdetést megmutatni, hát jó, persze megmutatjuk, de azért ez az olyan furcsa dolog lehet, nem? Vagy egyértelmű volt nektek, hogy akkor persze jöjjenek? Nem volt ennek ilyen különösebb akadály, vagy ezt nem kellett különösebben megbeszélni, mert általában akik jöttek hozzánk, azok mind családot szerettek volna, gyerekeket szerettek volna, jó házasságot. És nekünk volt olyan tapasztalatunk, hogy én nagy családban nőttem fel, tehát az, hogy sok ember jön, sok ember van az otthonunkban, ez nekünk alapértelmezett volt, természetes olaszos? Volt. Olaszosan? Mindig volt, igen. Tehát amikor nagy család összevetek voltak, volt, hogy 30-38 ember volt együtt, a gyerekek külön, fiúk, lányok, korosztályonként, felnőttek külön, és akkor mindenki jól elveszett a tömegbe, és megtalálta a maga foglalkozását, tehát ez egy nagyon jó dolog volt. A másik egy meghatározó élményünk volt, hogy amikor mi készültünk házasságkötésre, akkor azt gondoltuk, hogy úgy láttuk a családot, hogy hogy működik, ezért azt gondoltuk, hogy sok mindent tudunk. És megdöbbentő volt számunkra, amikor egy nagybátyámékat, akik szintén 4 gyerekesek, meg akartuk hívni az esküvünkre, meglátogattuk őket, és vacsora után azt mondták, akkor most üljetek le, és elmondjuk nektek, hogy mire kell figyelni. És számunkra az egy döbbenetes, nem volt hosszú beszélgetés, de egy nagyon mély, nagyon őszinte beszélgetés, hogy ahhoz, hogy valami jól menjen és jól működjön, ahhoz mennyi minden apró dologra kell figyelni, és milyen belső motivációk kellenek, és milyen belső rendező elvek. És én azt gondolom, hogy mi ott kaptuk az első lökést, hogy ők akkor nagyon őszinték voltak hozzánk, és ez nagyon sokat segített rajtunk később. Az mit jelent akkor, ti oda mentetek így ugrándozva, hogy hát mindent tudunk a házasságról, nem tudom, egy hónap múlva lesz az esküvőn, kipipáltuk a jegyes oktatást, elolvastunk nem tudom 3 könyvet a témához, persze, kapcsolódóan, és akkor úgy voltatok vele, hogy mindent tudtok. Persze, jó, és akkor jött egy ilyen kis pofon, tudjuk, vagy megrázás. Hogy mi, hogy működik, és kiderült, hogy ők, akik egyébként példaképként tekintettünk rájuk, édesanyámnak az öccse és a családja, példaként tekintettünk rájuk, és egyébként a nagy családban is mintaértékű életet éltek. Elmondták, hogy mennyi minden belső dolgot kell nekik egyeztetni, hogy mikor, hogy, mit csinálnak, hogy hozzák a döntéseket, hogy viszonyuljanak egyik-másik családhoz, a származási családhoz, hogyan alakul újra egy származási családokból eljövő fiatal párnak az új élete, hogy kell kialakítani ezeknek a határait. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok voltak, és számunkra ezek teljesen újak voltak. Itt ugye te is egy példát említettél, hogy nektek a feleségeddel volt egy példátok, akit tényleg úgy lehetett volna követni, igen, vagy akik még tanácsot is adtak nektek. Most azért azt látjuk, hogy vannak csodálatos házasságok, de azért megdöbbentő mondjuk egy plébánia közösségben is, hogy vannak bizony olyan szép házasságok is, aminek mondjuk válás lesz a vége, és ez a katolikus közösségekben is megvan, hogyha mondjuk nem is beszélünk annyit róla, de azért sajnos létezik, és egy csomó olyan fiatal van, akiknek talán nincs ilyen szerencsés helyzetük, hogy ilyen példa van előttük. Na nekik hogyan lehet segíteni, vagy hogyan próbáljátok ti őket felkarolni Judittal, hogy nekik is legyen egy ilyen minta? Ugyanazt csináljuk, amit mi is kaptunk, azt adjuk tovább. Tehát a mai világban általában azt nézzük, ami kívülről látszik, és azt megpróbáljuk lemodellezni. De ez csak a külcsín. Az, hogy mögötte milyen a szerkezet, hogy ez mitől áll meg, és egyáltalán mitől válik működőképesség, arról sokkal kevesebb szó esik. Most az utóbbi másfél-egy évtizedben már sokkal több, tehát jó szakirodalmak vannak, de ezt nem nagyon lehetett hallani, és fiatalok, egyetemisták sokszor elmondták, hogy nemhogy nem látnak maguk körül sokszor működő családot, de már nem is abban nőnek fel. Tehát nem látják a megküzdött konfliktusokat, a kiengesztelődéseket, a viták lezajlását, hanem egyszerűen tanástalanok, bár jól szeretnék csinálni, nincsenek technikai ötleteik. Azt pedig, amit még elmondanak, hogy aztán olyan meg végképp nincs, akivel le lehet ülni és megkérdezni, hogy na ti ezt hogy csináljátok? És nyilván itt nem arról van szó, hogy mi vagyunk a példa, vagy mi vagyunk a minta, hanem mi csak elmondjuk, nyitottak vagyunk arra, hogy elmondjuk, hogy mi a konfliktusainkat, az űrjeinket, az egyetlenértéseinket,
hogyan rendezzük a különbözőségeinket, hogyan próbáljuk meg összehozni. Igen, itt most nagyon rózsaszínbe látjuk a helyzetet, vagy nagyon egy ilyen idilli képet festettünk le a ti házasságotokról is, de gondolom, hogy azért vannak nehézségek, és vannak konfliktusok, amiket meg kell beszélni, vagy kell hidalni. Itt egy mondat van még, amit kiemelnék, ami nekem nagyon tetszett, hogy eközben figyelmet szentelnek a kommunikáció és a konfliktus megelőzés területeire is. És nekem azt tetszik benne, hogy konfliktus megelőzés van benne, nem konfliktus kezelés. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ma azt gondoljuk, hogy a békesség meg a szeretet az azt jelenti, hogy ez egy alapértelmezett dolog. Én pedig azt gondolom, és azt gondoljuk Judittal, hogy nem. Először tudomásul kell vennünk azt, hogy két különböző emberről van szó. Mást örököltünk, mást hoztunk otthonról, másról szocializálottunk, más vágyakkal, más tervekkel érkezünk. Tehát a nézeteltérés az alapértelmezett. És a nézeteltérés vitákat generál. Most, hogyha mi azt gondoljuk, hogy az rossz, akkor az azt jelenti, hogy nem fogjuk soha megbeszélni a különbözőségeinket, az, amiben máshol látjuk a világot. És a konfliktus megelőzés lényege az, hogy az alapértelmezett, hogy máshogy látja. Ez nem baj, ez a természetes állapotunk. A kérdés, hogy mit tudunk ezzel a különbözőséggel kezdeni, és hogy tudjuk egymás számára hozzáférhetővé tenni, hogy bennünk mi zajlik, hogy mi mit gondolunk, hogy látjuk, mit látunk jónak, milyen érzések vannak bennünk. És itt jön a kommunikáció. És tulajdonképpen már el is kezdődik a kommunikáció, hogy én kíváncsi vagyok Juditra, ő kíváncsi rám, és amikor elkezdünk beszélgetni, egy csomó minden konfliktus szinte alapértelmezetten már ki is iktatódik a rendszerből, hiszen nem azt várjuk, hogy a másik azt csinálja, vagy mondja, amit mi feltételezünk, vagy elvárunk. Mennyi időt beszélgettek naponta, vagy hogy logisztikázzátok ezeket a közös időket? Tulajdonképpen ez a lényege. Amíg a gyerekek picik voltak, és rengeteg időnk volt, sokan meg is jegyezték, hogy van nektek ennyi időtök, hogy a játszótéren sétálunk, elmentünk misére kézenfogva, gyerekekkel ballaktunk, gyalog, autók nem volt, tehát pénzünk nem volt sok, de időnk rengeteg volt, és ezt egymásra fordítottuk. És én azt gondolom, hogy a házasságunk megalapozásának az időszakában az első 10-12 év, ez nagyon meghatározó. Tévénk se volt, előfizetni se tudtunk csatornát, tehát rengeteg áldása volt, hogy sok idő volt egymásra, és mi ezt nagyon élveztük, hogy beszélgethetünk és együtt lehetünk. Aztán, hogy a gyerekek nagyobbak lettek, a feladatok megnőttek, nyilván ez csökkent. Most vagyunk úgy, hogy a gyerekeink megnőttek, lassan kialakítják az önéletüket, újra hát több időnk van. Ott is volt már esküvő, ugye? A legnagyobb lányunk már férnél van, igen. A fiunk most fog megnősülni, már a lányunknál unokánk is van, tehát az élet azért zajlik és halad szépen tovább. Most újra meg kell találnunk, hogy hol is tartunk, és újra van időnk beszélgetni. És akkor még gyorsan magyarázzuk meg a címünket, hogy párkapcsolat felső fokon, hogy mit is jelent ez? Ez a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete és a Kosztolányi Dezső Céltársulás, illetve a Pécsi Egyetemi Lelkészség közös kezdeményezése volt, hogy egyetemistáknak most már harmadik éve tartunk egy ilyen kurzust a Pécsi Egyetemen, elég nagy látogatottsággal, és annak adtuk ezt a címet, hogy aki komolyan gondolja a házasságot, az miből kell, hogy kiinduljon, és ugyanezekről van szó tulajdonképpen, hogy álljunk neki, hogyha azt szeretnénk, hogy működjön, mert hogy ez magától nem fog működni, ez teljesen nyilvánvaló. És akkor még egy utolsó kérdés, hogy hányadik házassági évfordulótokat ünneplitek idén Judittal? Már túl vagyunk rajta, 30. 30. Hát akkor ez azt hiszem, hogy ehhez a jubileumhoz talán egy gyönyörű ajándék még ez a Kopskrapskidi. Péter, szívből gratulálok hozzá, és csak így tovább, és köszönjük a munkátokat itt a Bónum TV-ben is. Köszönöm a lehetőséget, és mindazoknak, akik vették a fáradtságot és ránk szavaztak, igyekszünk majd ebben a szolgálattal tovább menni.